Jeff Green. Ó, Jeff Green-t én is nézegettem ám már. Ez jó lap. Az egy kemény ellenfél lesz. Ja! Bazd meg! Divi... Jó. Jó. Ezt nem tudom, screenelje már le valaki. Division 2-es ellenfélt kaptam, Division 13-asként. Oké. Okay. Holmgren wide open. Oké. 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 Division 2-es. És nem léphetek ki, mert bannol a játék, hogy a kilépés. Division 2-es ellenfelet kaptam, basszus. Nem hiszem el amúgy. Ez mennyire valid amúgy? Mennyi a matchmaking? Div 2-es ellenfelet kapok Div 13-on. Itt legalább kiírja, nem mint a FIFA-ban, ugye? Meg a igen, meg ott is. De ezzel mi esélyem lesz? Div 2? 99 győzelme van. Hát hallod. Nem tudom. Ez érdekes. Most komolyan. Isten, villant egyet a képernyőm. Megy a stream még, ugye? Villant egyet a képernyőm. Ez be fog mindent dobni, hát ez kurva jó játékos valószínűleg. A Division 2-ben tudjátok mennyit kell játszani, mi a dajúc? Ilyen 100... 120 győzelem, azt hiszem kb. Kb. 120 győzelem, hogy ide bejussatok. Köszi, köszi. Valamiért villant a monitor. De csak az egyik. Hát ez kemény. Ez... Ugyanolyan, mint a FIFA-ba kapnál Div 10-esként, Div 3-as 2-es kb. Nagyjából csak a Glordnak mondom, hogy értsa. Csak itt 15-ig vannak a divek. Annyi a különbség. És átalakították az NBA-t is ilyen Division Rivals-szerűle. És az új neve is van. Az a neve, hogy Showdown. Showdown neve. És ilyen divisionok vannak ugyanúgy. De azt ígérték, és eskü azt ígérték, ez van le... Nem volt emberes tippnek. Ez van leírva, meg tudom mutatni, hol van leírva kb. Az van leírva, hogy a matchmaking úgy fog működni, hogy azonos tírűek ellen játszanak. Ez volt írva. Na most ahhoz képest... A srác 11 tírre van följebb, mint én. Óriási. És emberről dobja a triplát. Taktikai faltot követtem el, mert mismatch volt. Az igen. Az körbe játszott, szép volt. Holmgren in the corner. Launches a three. Bang. Üresen nem szabad hagyni azért a csajt Holmgren. Nem tudom miért hagyta üresen. Div 2-ben lehet lenni okosabb azért. A játék amúgy szép volt, amit csinált, csak nem tudta bedobni. In the corner, it's Jordan. No! The kick out to Rose. Screen by Giannis. Here's McGrady. Hits it from three-point range. Bang! Milyen vicces, hogy a Div 10-es ellen semmi esélyünk nem volt. Egy Div 2-es ellen meg van esélyünk. Jó, hát nyilván nyerni fog, tehát azt én nagyjából tiszta vagyok vele, mert jó játszik. Nézd meg, nézd meg, nézd meg! Lord, ne fújd be az ellenfél tripláját, és haló vagy, kettesét. Csak az egyémet szabad el, hogy fújj kell, szóval szóval. Ezt fújd be, Glord, ezt fújd be! Fújd be! Úgy is van! A mester fújkodó, ugye? Ott volt, igen. A Glord szele. Az nem mehet be. Úristen! Jézusom! A lot of give and take between these sides early. Yeah, and both teams look like they came to play. We should have a good.
Jordan-es komolyan lett volna az eredben. Ezt nem adom, hogy azért ugrásból bedobta a triplát, de... De elismerem, hogy bedobtam. Ő neki tudod, mennyi óra gameplay-e van? 100 plusz óra, szóval. Nekünk ilyen 80, 70-80 van. Neki szerintem ilyen 150 minimum kell, hogy legyen. 99 győzelemmel? Hát. 99 győzelemmel van, az azt jelenti, hogy minimum egy 150 meccset lejátszok csak ebbe a játékban. Nekem ez a 10. meccsem köböl. Kemény. Nagyon fair a meccs végig. Ez komolyan, múlva szépen csinálta ezt a mozgást, beszopatott rendesen. Ú, de szépen csinálja amúgy. Az a baj, hogy jól játszik. Ez legalább nem ilyen rage-es, hogy segít neki a játék, ez tényleg jól játszik a gyerek. Az igen! Hello! Nem létező híveket használ, érted? Érted? Jézusom! De jó. Ezt a meccset legalább élvezem. Olyan ellen játszok, aki jól játszik. Van esze. Látom, hogy miket csinál, és látom, hogy tök jól csinálgatja, miket csinál. Itt igazából nem ő a hibás. Az, hogy ellenem játszik, arra nem ő telt. Csak a játék matchmakinget telt róla. Wow! Na jó. Az kemény dobás volt. Mondom én, ezt tisztelem, ő tényleg jól játszik. Akarnak ezek most behullani nekünk? And you know, guys, with Embiid on the floor, it's not just about his individual play. He changes everything for everyone on that team. How dominant he is, it's not just statistics. His presence alone propels him. Holmgren the screen. McCready with the ball. He's picked up by Doncic. Outside, Antetokounmpo. That misses and a chance to tie it there. Meg kell próbálni. Tudja, amúgy be lehet dobni. Steal! Milyen nem volt steal? Wow. Most komoly volt amúgy. Látszik, hogy ezeket meri vállalni, mert tudja őket valószínűleg. Okis meccs ez amúgy. Mit akarsz? Nem gondolom, hogy az a baj, nem cseréltünk ugye egyáltalán. Ő se szerint. Ezt cseréltünk egyáltalán. Na itt jön a fekete leves, hogy nincsen padunk. Kezdő csapatunk már van, de padunk nincsen. Ó, a téledbe bassza meg. Vagy hát van padunk, csak na, értitek, szóval nem túl jó. Tony Parker. Ezen a meccsen Tony Parker? Ezt az nem fog működni, ha inkább Barberi akkor. Ott táncolt a kopasz, ott táncolt, azt láttátok? Ez mi volt te? Nagyon jó. Na, nézzük Barberit. Elvileg nehezen. Hát az a bajom, hogy ezek a centerek nem tudnak. Barberi, Jézusom! Jó van. Marbury! Erre ő se számított szinte, hogy ez a lap ezt tud zsákolni. Cserélt egyébként ő is. Kevin Love. Jó, hogy Kevin Love-od van! De jó. Ilyen lapokat én csak az újságban láttam eddig. Great movement from Love, finding a hole in the defense. Gobert the screen. To the paint. In the corner it's James. LeBron! LeBron James! Nem gondolta ezt se. Lehet dobni az öreggel, lehet dobni az öreggel! Nem megy be. Paul looking over the floor. It's a pick by Love. Just five on the clock. Off target with his three. Again. And on an open look like that, he's very gifted at making the weak coverage pay. And a wide open look for James. His three pointers off the line. Ez ilyen LeBronos volt, ezt szokta csinálni mindig, ha bemegy egy tripla, utána dobja a következőt. And here is Paul. There's Green with the three.
Not happening that time. His second miss in five shots. Outside, Levine. And that'll do it for the first half. Nem szól nekem a fülembe, sajnos a Duda. Nem hallottam, hogy vége a fél időnek. Veszettünk két ponttal. Ki a franc? Ez egy jó meccs. Ez egy jó meccs. Az a vicc, hogy úgy mentem neki, hogy jó, esélyem sincs, div 2-es, tudod meg minden. És itt tényleg jó játszik amúgy, eskü jó játszik. Milyen érdekes, hogyha jön egy olyan player, aki jó játszik, akkor fel tudjuk venni a harcot. Ha meg jön egy játékos, aki agyatlanul hülyeséget csinál, meg arcból bedobál, meg ilyenek, akkor meg esélyünk sincs. Tehát ez is olyan érdekes, amúgy nem? Ő egy jó játékos szerintem. Az én szintemmel legalábbis. Az igen. Az mondjuk komoly volt, igen. Ezt bedobta. Hát ezt én basztam el sajnos. Legalább egy jumbo-t szereztem. De ez durva egyébként. És orosz lenne? Vagy csak szereti a Csékál Moszkvát, nem tudom. Na mindegy, attól még szimpatikus egyébként a fasz, hogy ne jól játszik. Megvan labda, igen. Úristen, te rossz volt az rész. Saffon Marbury. Oh, nyilván! Basz meg, ha ne ugrok bele, jobban jártam volna, ez hihetetlen. Ó, faszom, ezt jól elbasztam. Mismatch volt, ezt láttam, de nem gondoltam, hogy ennyire gáz lesz. Azt. And the skill, the athleticism of Chris Paul shoots up the floor on a one-man mission. Inside. Gobert, no good. Most kezdődik az, amikor kijön a különbség, már igazából is különbség. Innentől szerintem már... Aha, szétszer a srác, innentől vége van a meccsnek. Ez olyan, ez viszont nem volt, ez nem fair szerintem most jár. Nem tudok vele úgy semmit csinálni, úgyhogy igazából elfogadok. Szeretném elnyomni egyébként ezt a szalda, nem lehet. Le kell pörgetni az időt. Én nem értem idén ez miért van. Be van bugolva az egész, nem lehet kinyomni. Utolsó szekig megy. Azt nem tudom, hogy jó esese, de mostani napjaidnál valószínűleg jobb amúgy. De! Here's McGrady. At the elbow, it's Rose. Pass to McGrady. Six on the shot clock. Las Vegas again missing. Megsérült valaki a közben. There's been an injury. Yep, he's definitely in a bad way out there right now. Tough to see. And Chris Paul megsérült. Nem fog számítani. Sajnos innentől már ő uralja a meccset. He's able to get back on the court as soon as possible. Megint nem lehet elnyomni. Ja, sikerült. Pedig olyan jó tartottuk magunkat, nem? Aztán jött egy pár ilyen furakosár sajnos, ezt sajnálom. Enélkül túl kell, jó lenne egyébként ilyenek most, ilyenek. Kár, hogy emberről dobott megint a munkában. Jó lett volna csak. Jannis. A szúnya volt. Durant, no good. And so it's Rose who brings the ball up for Las Vegas. Trailing here by 8.
Derrick Rose, the GOAT. Breakdown for the defenders, and you can't ask for an easier bucket than that. Valamit írt az igazgató, de most írt. Nem dolgozom, este van. Oh, I can see some miscommunication on defense there very clearly. They were super fortunate it didn't torch them with that mistake. And that one's good. Bocsánat. Lehet, hogy fontos, megnézem. Hova írt ezt? Ja, értem. Jó. A csoportba írt, nem személyesen. Csak nekem úgy dobta fel a fész, mint hogy személyesen írt volna. Derrick Rose grabs the miss. Las Vegas trails by four. And their offense is really clicking right now. Playing with a lot of energy and really taking it to the defense. Back to Jordan. Nem volt helyem. Third quarter of basketball here and just a little under 3.5 minutes gone by. And Holmgren pulls it down. So it's Las Vegas now. Tracy McGrady on the wing. Over to the wing. A good look from Holmgren. That's good. Great play. Come back easy. T-Mac, Tracy McGrady. And playing up tempo, pro level ball can be hard for some guys, but Holmgren has easily made the transition. Nagyon fáradtak az a bajnok. Lehet, hogy Holmgren ezt 20-re lesz játszott a Jannis helyett, igazából lehet LeBron amúgy akár. Ja, most kikér több időt, mert neki is hulla fáradtak a playereje. Én is lehet kifogok egyet amúgy akkor. Végül is ilyenkor egymásnak is segítünk. Hogy a legjobb formációba játszassunk. Hát sosem. Aláírom, hogy kurva nehéz. Én is ott 4-et tudtam nyerni. Legalább a reward meg lett, de hát nyugodj el, mert nem volt benne semmi. Ha kérdezné valaki. 7000 coin amúgy az kap, az jó volt, az jó jött persze. Van már 60.000 coinom. Ó, de milyen okos, nézve, és le is várja az időt. Hát ez nekem nagyon szimpi ez a srácom. Úgy játszik, mint egy igazi kosárlabda. És be is bassza. Teljesen az én hibám voltam úgy. És LeBron! Úristen, LeBron James! De szép volt a válasz tripla, nem? Óriási. Nagyon hosszúra tűnik ez a meccs amúgy, de ezt legalább élvezem, bassza meg. Csak már én később van, már nem kéne többet tolni, bassz. Mindegy, a három win meg lett, picire varrott, megkapjuk abba, úgyhogy semmi érdekes, de... Játsszuk sose? Mehet amúgy. Ezután? Játsszuk le? Las Vegas calls timeout. Every timeout a chance to review the lineups, matchups, or call a play. Mindjárt kész vagyok, ez utcsó negyed. The above is in order and you can never be too content. Nem is kosároz vagyok most szokva. Lesz előnyed is. Jó, mehet. Látod a kány, látod ó, hát na, mennyit kaptál érte? Ez király amúgy. Azt a kurva, az hogy? Soha nem hagytam ki még ilyet. Ez nem. And you could tell he thought that triple was gonna fall. Júj! De szépen csináltuk.
Végre valami szépet én is tudok mutatni. Óriási. Ah, beszopatott. 5K? Nem rossz az ő. And his team needs every bit of his production if they want to pull this one out. It is neck and neck here in the A szépen játszottam. Ezekért kár amúgy. Az a baj, Lutri kicsit a dobás idén. Eltájmolom körülbelül jól, és akkor majd meglátjuk, hogy jól lesz a tudod. De ahhoz képest, hogy Divkátas ellen játszunk, szerintem ez egy nagyon komoly kis meccs. Shot clock at 5. Érek oda bazza. De de ő neki mindig bemegy! Ben ezért ő a Div2-es és nem ilyen, de akkor is, azt akkor is annyira rossz ez, értitek, mert én nekem is ott vannak ezek a helyzeteim, nem védi le ő se rendesen őket. Csak valahogy én nekem pont nem sikerül beletájmolnom a zöldbe, egy picim úgy. Nem mindig, hát valamikor bemegy, azért láttunk jó passzívot. Teljes elégedett vagyok amúgy, csak kár érte, hogy neki jobban bemennek az ilyen wide open. Most messze volt viszont, ami... Jó, így viszont ez most ez. Jó, Istenem, az hogy nem volt be. Needing a bucket and he gets it. The drive by Jordan. 6 for 10 with that shot going in. That's a good game for a lot of guys. Amúgy Jordan 12 pontos. On his back as he often does, the tighter the game gets, the more Jordan wants the ball. Az a zövé volt. Ez viszont a miénk, a miénk! Mi van? Egál! Hogy a comeback megint, ugye? Na, hogy jó meccs ez? Hullámzik, mint egy igazi kosármes. Végre valami van. De a nagyon jó van. Ez egy kicsit erősnek érzem bement azért. Aláírom, hogy beszokott néha ilyen, de azért ezt erősnek érzem. Over to the left wing. De akkor legalább ugye menne be ez is, ugye bár nyilván, mert ez üres volt. Olyan rossz. Nem baj, büszke vagyok magunkra, most jól játszottunk. Ez egy jó meccs, tényleg nagyon élvezem. Az nem mehet be. Now, here's Jordan. McGrady outside. Six to shoot. Back to Holmgren. It's in. He has tied up this game. Jó védekezik, nagyon jó védekezik. Egál megint. Then that. What a huge play coming through when it matters most. There's 14 seconds left in the fourth quarter. There's the pick. Ó, de szépen csinálta. Korver gets a wide open look. Can knock in the three. Here's James. És hosszabbítás lesz, srácok. Hosszabbítás lesz. Majdnem sikerült. Ó, bazzek. A kurva. Ó, nem tudom, hogy mit kellett volna, nem kellett volna eldobni, hanem még egyet lépni, hát ha van idő egy layupra, mi? Nem tudom, hogy az bement volna szerintem a layup amúgy. Rose with the ball. Holmgren the screen. Pass to McGrady. Back to Holmgren. And the dunk by Holmgren. Chet Holmgren 19.9 lapattanó. Egy lapattanó a Holmgren dupla duplától.
időt kell majd kérni. Nem mehet be. Guys, unfortunately, he has a collapsed lung. Obviously, that's very bad news. Coming back tonight is not an option for him, and they are hoping he won't have to miss too much time. Back to you, Kevin. Thanks for the status report there, David. At least we now know, Greg, how he's doing. Yeah, well, when you talk injury, the unknown factor is always a difficult thing to deal with. And you faltoljunk már! Kösz. Spemeltem a foltot, mert nagyon üres volt mindenki. Ezek nagyon-nagyon spemeltem a foltot, hallod? Ilyennyire még nem ütöttem a kontrollerem. Úgy elkúrtam, amúgy meg is nyerhettük volna, meg van a triple. Szomorú vagyok, hogy nem mentem. Nagyon durva ez a meccs. Jézusom, milyen izé van itt. Ilyen hullámhegyek, völgyek, meg minden. Hongre milyen meghal konkrétan. Tehát nem cserélhetünk. LeBron sem cserélhetjük le, mert tud dobni. Egy igen. Egy Giannis. Hát ő most fog valamit csinálni. Meg kell próbálni. Giannis visszajön. Megkapja a lehetőséget. Defense magasabb, mint Bron amúgy is. És Giannis! És Giannis megszerezte a labdát, igen. És Holmgren bedobja! Jézusom! Bazd meg! Tudtam, hogy ez lesz, csak megakadtam, geci. Egyébként elértem volna. Las Vegas needs to get off a shot. And here is Irving. Pass to Korver. Wallace with it. Back to Korver. From downtown. Nem ebbe. Megnyertem, Jézusom! Mi van? Nem láttam az időt! Úristen, veré, big egy div2-est megvertünk! Nem hiszem el! Pik! De koncentrált volt ez a ütközés, Jézusom! Ez a srácok! Semmi nem lehetetlen! Very big! Very big! Jé, de jó meccs volt ez! De kivaszott jól élveztem ezt a meccset! Végre baszki, egy igazságos meccs volt! Volt egy-két furcsaság, volt egy-két emberes, de aláírom, hogy valamikor nekem is bemegy az emberes, ez belefér. Egyszer-egyszer belefér. Holmgren 22 pont, 10 lepattanó, 9/16, 4/9 tripla. MVP! Michael Jordan 12 pont. 6/10, 60%. LeBron a padron, 6.2 tripla, de kellett. De kellettem úgy. Egy blokkom volt egész meccsen, egy blokkom volt. Puh. Meg kettő szíves. 3/8, Korver nem dobott annyira jól, hál' Istennek. A Jeff Green viszont, lehet meg kéne vennem ezt a lapot? PF-be. Nagyon gondolkoztam át, és nagyon drága. 100k, valamikor 80. Egyszer láttam 70-ért, bánom is, hogy nem vettem meg. Ez a Kevin Love csinált ki egyébként, ez nagyon durván. Ez melyik Kevin Love amúgy? Ametiszt, ez melyik? See, ez Gems of the Game-es. Itt a padon Brody James, a srácnál, GG. Vembanyámát nem használta. GG. Nagyon jó meccs volt. Úristen, milyen hullámhegyvölgyek voltak. Score summary, figyeld! Itt volt egy pillanat, mikor azt hittem elvesztettük. Mi volt ez? 34-24, a srác 10 ponttal ment. Emlékeztek? Mondtam is, hogy elengedtem. Jó, vesztettünk, vége. Akkor nem gondoltam még, hogy van visszaút. De aztán jött Giannis, jött Derrick Rose, jött Tracy McGrady, jött Holmgren. Itt baszki, mentünk egy 8-0-át.
8-0-át mentünk, aztán mikor végre utolértem volna, bebaszott egy triplát. Aztán én is bedobtam egy triplát LeBronnal, így egy másodpercnél. Jézus, ez mi voltam, úgy ezt figyeld. LeBron üres, és csak úgy, mint a valóságban. Nagyon jól ez. Á? Jézusom, jó az a LeBron, de jól kinyitottuk, használható. Jordan is jó amúgy. Holmgren nagyon jó. Ez mi meccs volt-e? Basszus kulcs. Mivel nyertünk egyébként? A végén? Holmgren triplával nyertünk konkrétan, igen. Ebben nyertünk, mert srác mindig kihagytam, mert ugye sokszor kihagytam. De nem annyira sokszor azért. Azért nem annyira sokszor. Tehát, hogy kihagytam jó párszor Holmgrennel, de figyelj, 4-9. Oké, tényleg 5-ször kihagytam. De ez a valós NBA-ben egy jó százalék, a 4-9. Ez 40% fölötti triplázás, ez elit triplázásnak számít a valóságban. Tehát én ebben teljesen elégedett vagyok. Egy LeBronról meg nincsenek szavak. Tracy. De jó volt. Na jó. Maradhatunk itt a pompom lányoknál? Ja, persze. Maradhatunk. Na hát, akkor most megyek följebb. Div 12? Nagyon jó. 4 win. Hát a 7 win már nem csinálom meg hónapig, ha nem baj. De ez nagyon jó volt.